hogy két projektből valósítjuk meg a fejlesztést. Az első a sportszállás helyeknek a kialakítása. Ez megközelítőleg nettó 166 millió forintból fog megvalósulni. Korábban is működött már a létesítményben sporthotel, de ezek állapota nagyon elavult lett, és hál' Istennek a koncepcióban is az szerepelt, hogy ezeket a szálláshelyeket egy három, megközelítőleg négy csillagos olyan sportszobáká, olyan sporthotellé alakítsuk ki, ami majd szolgálja a jövőben az egyesületeknek, illetve az ide látogatóknak a kényelmét. Az első emeleten található a röplabda egyesület, itt összesen 6 darab olyan szobát, hotelszobát tudunk kialakítani, amiből 4 darab két ágyas szoba, illetve 2 darab olyan 4 ágyas szoba lesz, ami akár egy lakosztályként is funkcionálhat majd. Teljes átalakításon fognak végbe menni, új szociális helységeket, új fürdőszobákat fognak kapni, egy központi szellőztetőrendszer fogja biztosítani a friss levegő beáramlást, illetve légkondicionálóval lesznek felszerelve a szobák. Itt át is térnék a projektnek a második részére, vagy második ütemére, a sportok háza felújítására. Amikor ezt a projektet elkezdtük, akkor ez volt a legfontosabb szegmens ennek a beruházásnak. Teljesen új sportpadlót fog kapni a küzdőtér. Itt egyeztettünk a klubokkal, az ő igényeiket vettük figyelembe, tehát egy parkettaburkolat kerül majd kialakításra, illetve olyan pályavilágítás kerül felszerelésre, ami azt gondolom, hogy európai szintű versenyeseményeknek a lebonyolítását is eredményezi majd.